Hiszünk el szellemekben. Na. Szellemes témánk lesz. De szellemes. Kicsit szeretnél te? Elkezdhet, földobhatod, és akkor én bekapcsolódok. Most nézem, hogy miket gyűjtöttünk össze, pontosabban gyűjtöttél. Szellemekről lesz szó, gyerekek, ez egy nagyon-nagyon... Hogy szokták ezt mondani? Robosztus téma, nagyon-nagyon robosztus. Monstre, monstre. Nagyon monstre téma. Nem feltétlenül arról lesz szó, hogy mind a ketten nagy szellemvadászok vagyunk, vagy hogy rengeteg természetfeletti élményünk volt, mert egyébként nekem magam részéről egy büdös lófasz természetfeletti élményem nem volt még az egész életemben, de ezzel együtt is a szellemekről fogunk beszélni, megőrültök. Egyik alapvető kérdésünk, lehet egyébként nyugodtan beütni a chatbe is, kis kacsótokkal, hogy ki hisz a szellemekben? Te hiszel a szellemekben? $5! Roland Kelecsényitől köszönjük szépen! Roland az ő a főszponzorunk igazából, ő az egész adás alatt támogat minket, köszönjük szépen Palvin Barbie gázsiára. Roland, nagyon olcsó lánynak tituláltad most Palvin Barbie-t. Megnézzük, hogy ezt az 5 eurót vajon az 5 euróért mire hajlandó? Hogy egyáltalán megjelenik-e a műsorban? Ez nagyon sértő ránézve. Igen, szegény. Mi ez? Hátvakarás. Hát ez a tereszortad. Hátvakarás, várjál. Akkor elő kell keresnem itt a izét. De amúgy közben akkor elkezdek beszélni, hogy most nagyon rá tudnánk csúszni ilyen eléggé spirituális témára is ezzel kapcsolatban, meg nagyon mélyen bele tudnánk ásni, de inkább csak... Hogy kell ezt, várjál? Így kéne, így kéne. Azaz, adjál neki. Na, tessék Roland, ezt mind neked küldjük. Jó. Soha jobb dologra nem költöttél 5 eurót szerintem, mint erre. Köszönjük szépen a támogatást. Szóval, hogy... Beszélj te, én még olvasom közben a csetet egyébként. Tehát, hogy már itt a szellemeknél, akkor már közben jöhet akkor az is, hogy akkor a lélekvándorlásról is beszélhetnénk, akkor van-e élet a halál után, akkor ezek a szellemek, ezek végül is akkor itt ragadnak a földön. Tehát ez nagyon-nagyon sok minden van ebben, ami, hogyha most így érintenénk, akkor elmennénk különböző irányokba. Tehát, hogy gondolom, most mi azt szeretnénk mindenkitől, hogy inkább ezt a horror vonalat akarnánk erőltetni végeredményben, nem? Hogy kinek volt már olyan, hogy ücsörgött otthon nagy nyugodtan, és akkor valami olyan neszre lett figyelmes, ami abszolút szokatlan, nem a macska volt, nem a kutya, hanem valami érdekesség, és esetleg mondjuk látott te már szellemet, hát gondolom, akkor te már mondtad, hogy neked lófasz nem volt ilyen. Egy lófasz, nem sok annyi élményem nem volt szellemekkel kapcsolatban. Igen, nekem sok, viszont én is úgy vagyok vele, hogy nem az, hogy te... Most ez a fő kérdésünk, hogy hiszünk-e bennük. Diegos, egyszer szorink, köszönjük szépen! Mazsolára köszönjük, Diegos, hát mazsolát nem fogunk venni. Csak pörgetek egy csendeset, te csak nyomjad. Pörgess egy csendeset. De pörgess, jó. Szóval én valami szinte szerintem hiszek bennük, mert hogy azért voltak olyan pillanatok az életemben, hogy kifejezetten féltem attól, hogy egy szellem ráúlik az arcomra, de hát ez egy ilyen gyerekes félelemnek tartom ezt. De mégis sokszor felütötte a fejét. Diegos. Te is kapsz egy vakarást. Figyelj, te most egyelőre a Michael Jackson Thriller videóklipjét próbálod imitálni ezzel a tánccal folyamatosan. De hogy neked olyan volt, hogy így most... Ó, bevasztam a térdemet! Na ez egy paranormális térdbevágás volt. Szóval egyébként milyen hát volt? Hát ez, hogy mondjuk nem tudom, éjszaka otthon feküdtél az ágyba, és akkor azon rettegtél, hogy úristen, jön a szellem, mert hogy abszolút hallottál volt olyan egyébként. Igen, hát ugye alvás paralízisetek volt, le vagy maradva, előző műsorban beszéltünk róla, nekem ennek kapcsán volt főleg egyébként. Jó, ez ilyenkor vagy. Folyamatosan az van, hogy rémálomból kezd fel, és vagy szellem, vagy egy alien, most az alieneket ne érintsük, de szellemekkel simán volt egyébként már abszolút olyan, hogy meg voltam győződve róla, hogy a szobában van, de egyébként néztem a cseten, amúgy igen, megoszlanak, de én úgy láttam, hogy a többség hisz bennük. Aha. Érdekes módon, számomra ez kicsit meglepő. Ne, én gondoltam egyébként. Én a magam rész, ez egy érdekes dolog egyébként, mert én a magam részéről nem hiszek, ugye. De mégis tartasz tőle. De mégis tartok tőle, persze, igen, amikor megnéz. Most tegye a szívére a kezét, aki mondjuk nem hisz a szellemekben, de megnéz egy szellemes filmet, egy valami nagyon parát, mondjuk nem mindegyik gagyiról beszélünk, hanem egy parát, és utána nem kapkodja egy kicsit a lábát mondjuk a WC-re menet éjszaka közepén, mert én például szoktam, bármilyen is gyerekes. Ezért mondtam, hogy valami ezen a gyerekes félelemnek tudható ez be, tehát hogy a gyerekekre jellemző ez, de még ez felütheti a fejét ugyanúgy felnőtt korba is. Tehát abszolút. Én is volt, hogy skeráztam be a szobába, mert így azt hittem, hogy hirtelen a démon ráugrik a hátamra. Nekem is volt. Roland kell lecsinni, köszönjük szépen! Köszönjük, Roland. Ja tényleg egyébként mi nekünk, mert Roland valahol megállunk a pörgetéssel, ezt elfelejtettem. Csak annyira kettőt pörgettünk neki, de tudod mit, Roland olyan jó arc, mert hogy ő a fő támogató, pörgetünk neki egy harmadikat. Tessék Roland! Most oda néz Roland! Annyira kedves voltam velünk, és azért, mert majdnem fellöktél egy olyan koncerten, amin ott se voltam, ezért pörgetni kell. Legyen tánc! Ez mind neked! Köszönjük szépen még egyszer! Most én lógok ki amúgy.
De akkor gyere beljebb egy kicsit. Szarok rá. Most én nem lógok ki. Látod, nekem miattam nem szólnak, hogy kilógok, én nem vagyok olyan fontos. Szóval egyébként szellemek, igen. Tehát kapkodni szoktam én is a lábamat. De ne lógjál már ki ennyire, vazen. Hogy éjszaka egyébként például a sötétben abszolút kapkodni szoktam a lábamat. Itt valaki mondta egyébként, hogy ő már idézett is szellemet. Ez egy olyan dolog, amihez én szeretnék hozzászólni. Mert én egyébként nekem régi vágyam amúgy, most láttam ott valami, de nagyon tudok kommentek. Jó, igen, rendben, Vektor megoldotta, köszönjük Vektor! Rendezted a csetet, nagyon szétesett. Ingoványos talaj volt. Szóval egyébként én nekem régi vágyam amúgy szellemet idézni. Egyszer kéne szellemet idéznünk. Egyszer csinálnak egy olyan videót, hogy tényleg megnézzek ott, hogy szellemet idézünk? Tényleg, gyerekek. De az annyira, ez olyan clickbait, az már trending már abszolút megint. Abszolút clickbait, de egyébként trending motherfucker. Én kamerán kívül is szívesen idéznék szellemet. Nem azért, mert úgy gondolom, hogy most bármi megjelenne, csak kíváncsiságból. Zsolti, belógsz. Hát én nagyon belógok, ez így van. És azt egyébként mindig is szerettem volna megcsinálni, és egyébként egy időben terveztem is, és még mindig rajta van a bakancs listámom. És akkor lehetne rendelni egy ilyen Ouija boardot. És akkor arra lehetne, hogy akkor mit üzen nekünk. És valami minden tudó szellemet megidéznénk, és akkor mikor leszünk majd trending egy a YouTube-on, megkérdeznénk tőle. Mondd meg nekünk, ó, te nagy YouTube szellem. És visszaköpni a dátumot. Szóval ez egyébként én simán kipróbálnám. Hú, bocsánat, most látom. Na, mit látsz? Ferencnek a kommentje. Egyik este egyedül voltam, eléggé gyakori volt ez nemrég, és kb. Éjfél lehetett, mikor annyit hallok, hogy macskám kaparja az ajtót, kimegyek, előszoba ajtó nyitva van, becsukom, visszamegyek szobába. Ez csak a macska témára ugrottam egyébként rá, hogy biztos, akinek van háziállata, az már tapasztalt olyat, hogy a macska vagy a kutya, de jellemzően macskáknál vettem ezt észre, ül valahol, és a semmibe néz, de úgy, hogy itt tényleg nincs ott semmi, az égvilágon, tehát számunkra legalábbis, mi nem látunk semmit, de a macska mégis ül, és iszonyatosan paramódon néz egy bizonyos pontra hosszú ideig, és erről vannak különböző tanulmányok, hogy akkor most az állatok képesek-e a szellemvilággal kommunikálni, ezt vagy látják-e, de van egy tudományos megközelítése, hogy ők olyan rezgéseket, meg olyan hullámokat is tudnak érzékelni, ami mondjuk ez valós, amiket mi emberek nem, és mondjuk ők erre kapják fel a fejüket. Tehát mi nem halljuk, abszolút nem tapasztaljuk ezt, de ő tudja, hogy az ott van. És csak ezt sokan annak tudják be, hogy esetleg egy szellem jelent meg. Mindenesetre mindenképpen egy para szituáció. Én már jártam úgy, hogy a macskám ült, és nézett ki a fejéből így a semmibe. Most vagy elmerengett azon, hogy mégis hova kerülhet a YouTube top listán, vagy látott valamit, vagy tényleg csak a rezgések és a hullámok, amik befolyásolták az ő kedélyállapotát. Ilyen állati sajátosság. Az enyém is szokott olyat csinálni. Bocsa, de... Ashley Reed, nálam a kutya úgy keltett fel, hogy ugatott a szoba másik végébe. Hát az is milyen már, hogy a kutya az elkezd... Az mondjuk para. És az is, arra mit gondolsz, hogy a kutya elkezd ugatni valahol egy bizonyos pontra, ahol nincs senki. De ez egyébként alapvetően szerintem ez nem lenne para, ha a horrorfilmek nem kapták volna fel ezt a jelenséget, és nem ültették volna be egy csomó filmbe, amiben ugye arról van szó, hogy a kutya ugat a semmibe, igen, és ugye kihozza a film azt, hogy igazából ott van egy szellem, amit csak a kutya lát például. Na jó, mondjuk igen, bocsánat, én azért emeltem ki a macskákat, mert utóbbi években macskám volt, és nekem 18 éves koromig volt kutyám. Rá nem emlékszem, hogy ő bármikor nagyon érdeklődött a szellemek iránt, vagy valami bizonyos pontokra ugatott volna. Macskáknál tapasztaltam az utóbbi években ezt. Tomi Varga azt mondja, hogy most is hall hangokat. Hát nagyon jó, hallasz? Jó, hallasz minket? Köszönjük szépen. Kösz, Roland, köszönjük. Ó, köszönjük szépen, Roland. Nézem, a kutyám egyik hely sötétben kint az udvarban egyedül ült a széken, és nézett, mintha egy ember lenne ott. És én is láttam egy árnyékot, azt hittem, anya, de legközelebb. De közelebb mentem, és senki nincs ott. Na hát ilyen sztorikat vártunk egyébként. Legközelebb ilyen esti kivesézők kell, hogy akkor senki nem megy el aludni. Ilyen lámpafényes lesz majd, igen, alulról megvilágítva. Akkor szellemes történeteket fogom most. Tehát igen, azért ezek elég érdekes. De mondjuk, hogyha az udvarban láttál valakit, lehet, hogy valami besurranó tolvaj volt amúgy. Lehet. Mondjuk a kutya az végülis jó házőrző révén odaszaladna és jól megugatná. Tehát hogyha csak ült és nézett, akkor az érdekes lehet. Vektor mondja, hogy neki volt olyan mozgásérzékelős folyosón, hogy felkapcsolódott a lámpa, amikor a lámpa igazából 170 centis dolgokat érzékel csak. Az is mondjuk egészen para, de... Azt lehet ráfogni, most mindent racionálisan próbálom megközelíteni. Hát de az a dolog, igen, persze. Hogy azt lehetne arra fogni, hogy akkor biztos valami meghibásodás időzítő. Volt a rendszer, vagy időzítő. Igen. A szellemek megbabrálták. Vagy az szellemek megbabrálták. Mondjuk van, egyik kedvenc stand-uposom mondta azt, hogy érdekesek ezek a szellemek, ugye mindig, amikor megjelennek, csomóan azt mondják, amikor a lakásban megjelenik, hogy kapcsolgatják a villanyt,
meg megnyitják a csapot, meg ilyenek, és az a stand-upos azt mondta, hogy ez mindez azért van, mert az összes szellem még a régi időkből maradt itt, és ők örülnek ennek a modern technikának, és próbálgatják, hogy hú, de jó, föl lehet kapcsolni, van áram, meg hú, a víz jön a csapból, úgyhogy mindenre van magyarázat. Meg hát azt egyébként szerintem mindenkinek volt olyan egyébként, hogy a, ugye éjszaka közepén ilyen meg nem magyarázható hangok, meg mindenféle ilyen nyikorgás, meg ilyesmi jöttek össze-vissza. Az is egyébként annyira jellemző, de az is, tehát mindig hát, van mindig van egyébként, és mindig meg lehet találni egyébként a hát legalábbis szerintem mindig meg lehet találni az okát. Néha szellemek. Igen, de egyébként tehát a racionális okát azért is keressük mindig, szerintem, mert hogy annyira be vagyunk szarva tőle. És jobb, hogyha racionálisan megmagyarázzuk, hogy ez miért történt, mert a megmagyarázhatatlannal azért nehezen tudunk mit kezdeni, hogy csak úgy ott van, hogy tényleg ott áll az ágy végében, és mondjuk tényleg lekopogom, hogy én ilyet még nem tapasztaltam, hogy ténylegesen, mert ismerek olyan embereket, akik mondták, hogy konkrétan láttak szellemeket, tehát hogy így ott állt előttük, és nem nehezen tudok mit kezdeni az ilyen történetekkel, ugyanis nekem nem volt hozzá szerencsém. Engem nagyon ijesztőek egyébként, mert most ilyenkor, tehát hogyha nem hiszel az egész dologban, akkor így megkérdőjelezed az egész, tehát hogy mennyire szavahihető egyáltalán az ember, és minden szinten megkérdőjelezed a történetet, és van olyan, amikor nem nagyon lehet belekötni. Tehát meg rengeteg olyan, de mondjuk ez egy olyan dolog egyébként, hogy most egy nagyon banális példára fogok átugrani, hogy például a Yetit is egy csomó mondja. Millióan jelezték már, hogy ők látták a Yetit a szomszéd kertjében, baznak ott ást fel éppen a földet, de hogy az is egyébként egy teljesen abszurd dolog, ami nem létező, és meg nem lehet megcáfolni, de nem is lehet mellette semmiféle bizonyítékot találni. És egyébként ez a természetfeletti dolog is olyan, hogy tehát tudományos szinten alátámasztott dolog, igazából nem nagyon van ezzel kapcsolatban. Tehát mindenféle, van most már mindenféle ilyen félig meddig ilyen áltudományos cucc, meg mindenféle mérőszer, amivel így tudják aurákat, mindenféle kurvanyát így detektálni, meg fényképezni, de ez mind tehát valódi tudományos dolgokkal igazából ez nem annyira felmérhető dolog, még nem annyira van alátámasztva. Nyilvánvalóan egyébként ez most egy olyan kör, hogy ha alá lenne támasztva, akkor nem beszélnénk erről az egészről. Ez pont az, hogy ez nem a tudománynak a dolga szerintem, hát, ez nem ahhoz kapcsolódik, tehát nem is lehet szerintem. Tehát műszerekkel, tehát nem úgy, mint a Ghostbusters, vagy kimész a műszerekkel, és akkor ott így beméred, hogy ott van a szellem a sarokban. Tehát csak ugye ez mindig két dologon áll az egész, áll vagy bukik, hogy van aki elhiszi az egészet, beszámol, hát vagy ilyesmi alapján, vagy van akinek bizonyíték kell. Itt meg van a science, ez a kettő. Igen, és igen. Akkor te mindenképpen tudom, hogy te a science. Hát én IT is vagyok, én nekem science. Én meg abszolút a másik irányba vagyok. Tehát, hogy én nagyon jó ellenpólusai vagyunk így egymásnak. Tehát, hogy én inkább a hit felé tendálok, mint a tudomány felé. Úgyhogy ez néhol talán jó, néhol viszont inkább lehet, hogy csak egy ilyen ignoráns viselkedés, hogy teljesen a tudományt ilyen esetekben félre lököm, és én csak a... Tehát a tények nem érdekelnek, azt mondja, ez ilyen esetben, mint a szellemek, amikor támadnak. Badolóci Máté azt mondja egyébként, hogy a porszívó van nálad, akkor menekülnek a szellemek. Tuti tip gyerekek, akkor Mátétól. Éjszaka közepén találkozol egy szellemmel, akkor ízzis be a porszívót. Van egy ilyen nagyon menő kézi porszívók is, autóba. Azokkal nekiállsz, elszalad. Beszélik tőle. Katalinnak. Velem az volt, hogy felkeltem az éjszaka közepén, mert hallottam, hogy valaki nyög, és kiderült, hogy apám pornót nézett. Hát ez egy másik fajta szellemes történet. Ott is voltál megtoplazma, hidd el. Nagyon jó. Ott lehetett állni ektoplazmát bőven? Jó, hát ebből a sztoriból a gyerekek tanulságként azt lehet levonni, hogy ha nyögés hallasz éjszaka közepén, akkor nem menj a hangirányába. Vagy szellem, vagy valakit megbasznak. Ennyi. Amint rengeteg sztori jött, tehát majd körbe kéne néznünk, hogy... Roland, a főtámogató szponzorunk Roland, azt is várjál, kicsit feltekered, mert Rolandnak el akarom olvasni az üzenetét, ne haragudj. Itt van, igen. Hogy nekem volt egy esetem, amikor reggel felébredtem, és egy rohadt nagy fekete alak állt az ágy mellett, igen csúnyán bepánikoltam, később megtudtam, hogy abban a szobában, abban az ágyban halt meg a főbérlőm. Ugyanabban az ágyban? Roland? Hát ezt az ágyat, hát baszd ki a picsába. Legalább az ágy nem ügy cserélt. Igen, igen, te valamit csinálj, mert ez így nem lesz jó. Vagy lehet, hogy valaki a Kaukázus koncertről. Jönnek közben még. De rengeteg van, úgyhogy próbálok. Én is olvasok, nem véletlenül kértük tőletek, hogy küldjetek. Miközben beszéltél az előbb, nem is nagyon tudtam figyelni, mert hogy rengeteg üzenet jött még az előbb
kurva sok történetet bedobtak. Igen, úgy, mondjuk itt van a Gaming Pistinek van egy sztoria, hogy 9 hónapos kistesója, az csinált ilyet meg olyat, és hogy feküdt este az ágyon, és felnézett a plafonra, és azt mondta, hogy tesóm, bá-bá-bá. A kisgyerekek egyébként nagyon parák. Ja, értem, azt mondta, hogy tesóm, így följött a plafonra, tesóm, gyere már le! De, hogy azt mondta a tesóm, jó, oké. Okay, de a gyerekek egyébként az izé, az... Ugye azt is nagyon szeretik kiemelni a horrorfilmek, amúgy az arra is nagyon rámásztak, hogy ők érzékenyebbek erre az egészre, és ugye velük szívesebben izé, kokettálnak a szellemek. Ezt is ki szokták hozni. Ez is egyébként egy para dolog, amikor a gyerek valamire, ugyanúgy, mint a kutyák. Ugyan, mint az, kutyák, igen, hogy néz valamerre, és akkor ott így gőgítsél. Valakinek köszön, valakihez beszél, de az... Az nem te vagy. Az nem. Hanem a tesóm. Amikor becsuktam az ajtót, akkor... Ádámnak folyton a Pennywise jutott eszébe az után. Palcsi Ferenc mondta egyébként, ami szerintem megint csak sokunkat megtörtént már, azt mondja, hogy mikor becsukta az utolsó ajtót, menne vissza a szobába, és a szeme sarkából látott egy abnormálisan nagy vigyort. Aha. Nagy szempárral, és mikor... Hát egyébként az én is szoktam egyébként beképzelni. Mondjuk főleg... Én nem szoktam beképzelni. Főleg én gyerekkoromban képzeltem be, amikor ugye láttam például a Toy Story-t, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Jó, valami... az egy parafilm volt. Para játékos tucat láttam, hogy lehet, hogy valami... Lehet, hogy csak itt, vagy nem tudom, A Toy Story-ban volt, szerintem arra gondolsz, volt egy, ugye a Sidnek voltak a játékaiket, hogy trancsírozott, és volt egy babafej, amiből ilyen póklába, hát az mondjuk tényleg, az olyan volt, hogy én is így ültem, 6 éves voltam, 5-6 éves voltam, amikor a Toy Story kijött. És éjszaka közepén azért ezt beképzelte az ember mindenféle. Az cudar volt, igen. Na, leugrottunk az aljára. Nézzük, mik vannak még. Azért vagyunk ilyen szótlanok, bocsánat, mert nézzük, hogy mégis mi. Fodor Balázs mondott egy érdekességet, azt mondja, hogy a különböző elektromos cuccok miatt kialakult mágnesesség is okozhat olyan érzést, hogy nem vagy egyedül. Ez mondjuk már egészen tudományközeli. Ez már tetszik neked. Ez már egészen tudományközeli megközelítés. Köszönjük szépen, Fodor Balázs, ezt nem tudtam egyébként. De amúgy ez jó, érdekes dolog. Utoljára nekem emlékszem, hogy így ilyen szellemektől, vagy nem is tudom miktől, amikor féltem, amire tisztán emlékszem, az jó pár évvel ezelőtt volt. Emlékszem, hogy az It Follows-t néztem az akkori lakótársammal. És az elég durva volt. Ugye hát ez nem szellem, az nem is tudom minek nevezzem, de mindegy. Entitás, és akkor emlékszem, hogy ezt néztük, és utána én akkor elmentem szépen a szobámba nyugovóra térni. Úgy voltam vele, hogy hát én nyitva hagyom az ajtót. Biztos, ami biztos. Hát itt mondhatnám azt, hogy gyerek voltam ekkor, de hát 24 vagy 25 éves voltam. Nyitva hagytam a szobám ajtaját, és ott még akkor is alig bírtam elaludni, mert egyfolytában azt gondoltam, hogy ott tudod, van az a magas, valamikor olyan magas verzióban megjön, tudom, hogy benéz az ajtón. Benéz. Na hát akkor én folyamatosan mindenféle szellemeket, démonokat, mindent gondoltam, hogy ott az meg fog jönni az ágyam környékén. Majd a lakótársam írtam megjelent, és akkor annyit mondott, hogy becsukná az ajtót, mert hogy ő még nem tudom játszik, vagy nem tudom mit csinál meg Skype-ol, és akkor nem tudnék tőle aludni. És akkor én csak annyit tudtam mondani, hogy jó, rendben, csukd be. Nem akartam bevallani neki, hogy azért volt nyitva az ajtón, mert majd összeszartam magamat, hogy becsukta, és utána én ott maradtam egyedül a szobában, de túléltem, úgyhogy nem volt probléma. De szerintem ez mindenkivel előfordul, és a filmek egyébként ilyen hatással vannak ránk egy csomószor, pont ezek a horrorfilmek, amikről mi annyit regélünk. Vannak itt egyébként több ilyen paravonal. Okenan Senpai azt mondja, hogy egyszer a tükörben láttam magam mögött valakit, uh-huh. Még rá is néztem a tükörbe, megfordultam és eltűnt. Hát ez ilyen klasszik horror. Azt szerintem, igen. Hát ott nem itt áll egyébként előtte valami? Mosogatószert, hogy ilyesmit, ami nagyon-nagyon halucinációt okoz, mert az, ha az tényleg úgy volt, öcsém, akkor gáz van. Akkor költözz el. És egyébként még azt mondja, hogy simán Balázs mondja, hogy ő nem emlékszik rá, de gyerekként 2 évesen azt mondja, hogy többször kiment éjszaka közepén egy másik szobába, ahol a várjál, hol volt ez? Ja nem, várjál, Vas Felicia, azt kezdtem elolvasni, hogy 2 éves korában kiment mindig egy másik szobába, ahol meghalt 2 éve a papája. Hát az is azért eléggé. Balázs viszont, akit előbb említettél, ő pedig azt mondja, hogy a tesója mindig az ablakon néz, és mindig egy bácsit látott, most a kis tesója látja a bácsit. Hát lehet, hogy az a bácsi ez mindig ott van az ablak alatt. Nem lehet, hogy a szomszéd. A szomszéd lehet, hogy jön, aztán nézi, kukkol benneteket. Balázs, húzzátok be a függönyt. Nem ilyen kalapos aktatáskás figura egyébként, de áll a lámpa alatt, mert akkor lehet, hogy ördögűzőnek jött hozzátok. Igen. Lehet, hogy gondok vannak, nem? Na várjál. Mi van még itt egyébként, ami érdekes lehet?
Közben egyébként várj, én megnézem, hogy milyen... Bálint azt mondja, hogy nekem volt nem kellemetlen paranormális élményem. Egyébként, ja tényleg, mert Bálint most ez nagyon jól földobta, mert nagyon sokan szoktak beszámolni arról, hogy különböző szeretteik látogatja meg. Tehát hogy most, hogyha elkanyarodunk így a horror vonaltól, nagyon sokan szoktak ilyenről beszélni, hogy a elhunyt szeretteik meglátogatják. Ne, őket, nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. De ez, én itt sajnos nekem is valahogy arra felé kell elindulnom, amit te szoktál gondolni, hogy ezt is... Valószínűleg ez is egy ilyen komfortérzet ad az embernek, hogyha elveszít valakit, hogy akkor így ott érzi a közelében. De Bálint, számolj be egyébként, hogy ja, gondolom akkor arra gondoltál te is, hogy az ami nem kellemetlen. Tehát rengeteg ilyen is van amúgy. És az viszont meg tök jó, különben az embernek valamennyire segít szerintem. Hajni Channel azt mondja, hogy neki a falán a papírok elkezdtek mozogni, mint hogyha húzat lett volna. Micsoda, és... De amikor elkezdett beszélni, abban maradtak, még végig mondtam, mint a válaszként újra elkezdtek mozogni. Hát ez nem lehet, hogy a klíma éppen váltott, vagy ilyesmi. Az lehet. Sosem lehet tudni. Ne haragudjatok, de egyébként én mindent szkeptikusan próbálok megközelíteni. Én csak a poén kedvéért vagyok szkeptikus, mert én nem vagyok annyira az. Nem bunkóság, mert nem rossz indulatból egyébként. Szkeptikusság az nem ebből áll. Igazából ez viszi előre a beszélgetéseket, szóval ne sértődjetek meg, hogyha valamihez szkeptikusan állunk. Nem zárkózunk el semmitől, de azért na. Meg kell fogni a dolgokat. Fegyónak azt mondja, hogy nem szellemes, de nekem pár éve megérzéseim vannak, és mindig jók. Jó lesz, ja, mindegy, általában ami bevillan, ez hatodik érzék. Hát na. Akkor a lottó nyerő számait, az dob már. Igen, pont azt a tipmixel, akkor adjál már egy-két tippet. Igen, most már itt elindulunk olyan vonalon, hogy tudtam, hogy a spirituális vonalon abszolút elindulunk, meg most már itt van, aki az Isten kérdését is feladta. Tehát ez egy nagyon tág dolog, amit mi most megpróbáltunk inkább csak ez a horroros, meg az ijesztő vonalon megfogni, de az tény, hogy ez most nagyon felületes értekezés volt erről. Jó sokan vagyunk. Mondjuk egyébként vannak ezek a, ez most megint csak egészen más vonal lesz, de vannak ilyen műsorok, amiben arról van szó, hogy én azoktól ki vagyok, te kiráz a hidegen. De amúgy én imádnám, valaki egyszer be is írt a kommentben, és igaza van, hogy mi csinálnánk egy ilyen magyar verziót, hogy elmegyünk házakhoz, és megnézzük, hogy mi a helyzet, és szellemeket keresünk. De mindezt úgy, hogy te full szkeptikus vagy, én meg beleszarok és poénkodok egyfolytában. De amikor fogja, és akkor ugye elmegy ő házhoz, megy, ki kell neki pengedni egy kis pénzt, és akkor így tulajdonképpen így visszamond dolgokat, amiket a Facebook profilján meglátott az embernek, és akkor te teljesen de ez egyébként egyrésztről ez valamennyire amúgy átverés is, másrésztről viszont ugye persze valamennyire placebo megnyugtatása az embernek, mert hogy nyilván amikor valaki ilyesmit, valaki kapcsolatba szeretne lépni a elhunyt szeretteivel, vagy ilyesmi, akkor ő nyilván azért bérel fel egy ilyen embert, mert hogy valamilyen szinten megnyugtatásra kíváncsi, vagy ilyesmi, uh-huh. De hogy azoktól én ki vagyok. Hát voltak ezek a betelefonálós műsorok is, hogy tudod, hogy így betelefonált, hogy jó napot kívánok, özvegy, Kovácsné Marika vagyok, kérem nézze meg, mennyi szellem van a hátamon, és akkor így őzött egy a gépernyőre a kezét, igen, három szellemet számolok, most akkor leveszem mind a három szellemet, a hívás díja körülbelül 240 forint plusz áfa per perc, és akkor így 5 percig a csávó így teker, és így szedi le a szellemeket. De vannak ezek a kókler rohadékok. Darabját 2000 forint a levágom. Igen, de kérem nézzem be hozzám, majd személyesen is megnézem, hogy hol van az a szellem. Ha gondolja, egy pitába belehelyezem, és meg is eheti. Igen. Csirke, disznó, illetve szellemhús. Igen, ez ebből is akkora ilyen biznisz lett, és persze. Akkora ipar, hogy a szegény, a hiszékeny embereket, hogy megtalálják, és hogy pont mondjuk az olyan embereket, akik... Tehát mind a kettő érzékeny téma, az, aki iszonyatosan fél ezektől a szellemektől, és akkor kihív egy ilyen embert, aki majd jól megoldja a dolgokat, illetve a másik, aki pedig kapcsolatba akar lépni valakivel, akit szeret, és akkor ahhoz meg kimegy szintén valaki, és akkor majd ő összehozza ezt a köteléket. Tehát, hogy akármennyire én a hit felé tendálok, de azért ezeket én abszolút elítélem ezeket az embereket, akik egy haszonszerzés, ezt akartam én is mondani, hogy annak a céljából ők kihasználnak másokat, és akkor így azt mondják, hogy 8 szellem van a hátán, meg a nem tudom, halott akárkit csoda ott ül. Ott csünk 3 szellem, igen, a faszagon meg ilyen. A halott, 2 éve halott Tibike ott ül a sarokban, és akkor lehet vele beszélgetni, tehát ez gáz, azért ezek elég gáz. Trédolok, és egyébként innen még eszembe jutott, ami szintén még egy elég combos téma, az ilyen különböző szellem járt a házak. Ugye amire így ráfogják, hogy ezért emlékszem én, amikor pár évvel ezelőtt Portugáliában voltam, akkor azt hiszem valahol a tengerpart környékén, tehát egy elég jó helyen
volt egy ház, ami ilyen tök jó nagy ház volt, és mondták a barátaim, hogy ott nem lakik senki már évek óta, és nem is tudják eladni, mert hogy valami valakit meggyilkoltak régen, és igen, és hogy valakit ott meggyilkoltak régen, és hogy az szellemek. Tehát azt gondolják ott az emberek, hogy szellemek járnak abban a házban, és nem tudják eladni. Tehát, hogy és ott van, egy nagyon jó helyen van. Tehát azért örülnél neki, hogy ott a portugál tengerparton ott így elhesszelgetnél, de nem akarja megvenni senki, nem tudom mennyire viszik le az árat, még várok, lehet, hogy beruházok. De ez egyébként egy piaci rés is egyébként. Nekem is van egyébként ilyen sztorium, amikor nekem gyerekkoromban mi építkeztünk falun, tehát annyira nincsen jó helyen a ház, de mellettünk épült egy ház, ahol az egyik munkás meghalt. Aha. És meg voltak róla győződve az emberek, úgy emlékszem, hogy ez valamilyen szellem, valami ott maradt, és akkor valami nem szabad már, és nem is fejezték be a házat, úgy, ahogy van, ott abba is hagyták, és egyébként, hogy ilyen tudomány, meg ilyen tények felé tendáló mentalitású ember, aki nem nagyon hisz ezekben a dolgokban, simán egyébként ez lehet egy állandó ingatlanokat venni. Tehát akkor lehetnénk mondjuk egy ilyen szellemes ingatlan közvetítő? Igen. Simán egyébként. Na kész, megszületett. Akkor a Freak Show hamarosan egy új irányba fog becsapódni, az pedig az ingatlan biznisz lesz. Kérem, ajánljatok nekünk akkor néhány olyan házat, ami valószínűleg szellem járta. Megvesszük. Megvesszük és értékesítjük. Szellemtelenítjük, majd továbbadunk. Tényleg, ez mekkora buli egyébként, basszus. Megvesszük áron alul, aztán szellemtelenítjük, jó áron. Igen, levesszük mindegyik szellemet onnan a tapétáról. Letapétázzuk a szellemeket. Jó, ez egy jó biznisz. Bele is fogunk valami. Bence azt mondja, hogy Palvin Barbie lesz a titkárnő. Hát azért ott meg kéne fizetni, de igen. Ő lehet csapattag is. Őt nem vennénk pedig titkárnőnek. Nem. Bevesszük a KFT-be, pár százalékos shareholder lehet. Bevesszük a klubba. Lehet, ez nem probléma számunkra. Szellemekről egyébként még mit szeretnénk volna? Annyira sok mindent lehet még. Nézd meg, hogy még van-e valami. Hát filmekről volt még egyébként szó, ugye, hogy kedvenc szellemes filmek. Én igazából most arra nem is nagyon térnék ki, én inkább csalódásra térnék ki, az a baj, mert hogyha már szellemes film egyébként, akkor láttam, hogy többen megemlítették a Winchester villát, meg a Winchester. Hát, de az egy szar, nem? Hát ez a legnagyobb csalódás volt, mert a szellemes filmek terén a legnagyobb csalódás volt az utóbbi években. Tehát az annyira egy gyenge film volt a történethez képest, ami egyébként tényleg egy jó történet, amiből ki lehet hozni azért sok mindent. Ahhoz képest, hogy egy rettenetes film volt. De az a baj, hogy a filmekben nem is kár is lenne belemenni egyébként, mert az életünk végéig pofászhatnánk róla egyébként. Na, viszont jó. Most már nagyon pörög az agyam, a negyedik évadra gyűjtsünk össze olyan helyeket, ahol azt mondják, hogy azok szellemjárt a helyek Magyarországon. Elmegyünk egy-két helyre, megnézzük. Get! Megvan. Megbeszéltük. Na, akkor... Ez így is lesz. Szellem járt a helyeket, kérünk gyerekek, jelentsetek. Ha tudtok valamit, hogy mondjuk akárhol laktok, kisvárosba, faluba, bárhol, hogyha van valami ilyen ötlet, hogy tudjátok, hogy nem tudom, ott van a Náncsi néninek a háza, ahova már nem tudom, 10 éve nem tette be a lábát senki, akkor dobjátok el nekünk e-mailbe. Most ez így itt megszületett ebben a pillanatban. Következő évadban lehet, hogy fogunk ilyet csinálni, hogy néha, nem tudom, mondjuk havonta egyszer, vagy két havonta egyszer, ellátogatunk valahova, és benézünk, és akkor ott körbenézünk, megkérdezzük a helyieket, hogy mégis milyen tapasztalat. Megint egy jóval őket. Na. És lesz majd egy ilyen Scooby-Doo-s barkaszvizénk, tudod, furgolunk. És oldalára... jövünk, a Mystery Wagon-nel így fogunk bejönni. Oldalára majd rájöjjük, hogy ez egy Freak Show szellemlevágó különítmény. Igen, és a végén a szellemről így levesszük a maszkot, és kiderül végig, hogy a kocsmáros volt. Soros György volt.